úgy látom, hogy talán egyre kevesebben egy ilyen kaszt kezd kialakulni, a zenészek kasztja, akik maguk között még talán zenélnek is otthon, meg muzsikálnak, de hogy a szélesebb közönség, vagy hogy mondjam, az átlag középosztálynál már ez a hagyomány, ami még akár pár évtizeddel ezelőtt is aktívabban él, az összejövünk, szombat, vasárnap délután is egy kicsit zenélünk, házi muzsikálunk, ez mintha kezdene kikapni. És egy picit az volt a mi célunk ezzel a sorozattal, vagy ezzel a felvetéssel, hogy visszacsempészünk ezt a hagyományt az életünkbe. Azért, mert néha kell egy kicsit megállni, néha kell egy kicsit időt hagyni magunkra, a töltődésünkre, a lelkünkre, a közösségépítésre. Egy bécsi fiszharmonika lesz az, amit most hallgatni fogunk együtt. Egy igazi különlegesség, ez a hangszer Jakob Deutschmann műhelyében készült, aki egyébként a Calvin téri vagy a debreceni nagytemplom orgonáját is készítette, és ő egy Magyarországon nagyon kedvelt hangszerkészítő volt. Az 1830-as években elkezdett kísérletezni egy új hangszertípussal, aminek a végeredményét láthatjuk itt, és ami még különleges az, hogy ez a hangszer itt Budán került elő, egy nagyjából 4 hónappal ezelőtt sikerült a nyomára bukkannom, teljesen romos állapotban, és a tegnap éjszaka végeztem rajta az utolsó simításokat, úgyhogy tényleg az első megszólalás az itt lesz most együtt velünk. Sok Beethoven nincs fiszharmonikára, ami egész egyszerűen abból adódik, hogy még Beethoven halála előtt ez a hangszer nem volt abban a fejlődési stádiumban, amit most hallunk, hanem gyakorlatilag a dinamika változtatás nélkül csak egyfajta hangerőn lehetett rajta játszani. Ez volt a Heckel-féle fiszharmonika, amiről ha valaki már hallott, akkor ez egy nagyon híres, szintén bécsi hangszerkészítő. Azonban Beethoven haláláig ez inkább egy olyan játékszer, egy olyan kis zsuzsu lehetett a szalonokban, amin aztán a kislányok eljátszogattak hasonló kis Beethoven menüetteket, és aztán jött egy úriember, akit úgy hívtak, hogy Little György, magyarosan, hiszen az édesapja a Pécsi Székesegyház orgonistája volt, és ő vette rá Deutschmannt, hogy miután Heckel lelépett Párizsba 1825-ben, és a hangszert nem volt, aki tovább fejlessze, hogy ismét kezdjen el foglalkozni vele. És innentől kezdve válik lehetővé ez a dinamikus játék, ami igazán izgalmassá teszi a hangszert. Ami az én kezemben van, ez egy
szinte 100%, hogy egy holland hangszer. Az életkoráról nem tudunk semmi egészen biztosat. Beethoven életében már valószínűleg az itt látható formában a hangszer meg volt építve. Az is lehet, hogy még jóval Beethoven előtt is, tehát akár 1700-as évekbeli hangszer is lehet, de ami biztos, hogy legalább 200 éves. Thank you.